Sziasztok! Most egy olyan téma következik, ami biztos, hogy mindenkit érint, ugyanis arról lesz szó, hogy hogyan készülnek és miből vannak a legmodernebb ágybetétek és matracok. Az elégséges és minőségi alvás fontosságát nem győzi hangsúlyozni az orvostudomány. Attól, hogy mennyit aludtunk, attól nem csak az adott napi hangulatunk, kedvünk és koncentrációnk függ, de a kialvatlanság vagy épp a kipihentség hosszabb távon is hatással van a közérzetünkre, egészségünkre. Tanulmányok szerint az elégséges és minőségi alvásból profitál a bőrünk, az idegrendszerünk, az agyunk és még a szemünk is. A lehetőleg éjfél előtt való lefekvés, az esti megfelelő táplálkozás, mert az is nagyon fontos, hogy milyen ágyban, milyen matracon hajtjuk álomra a fejünket. Ha 8 óra munka, 8 óra szórakozás mellett valóban 8 óra pihenéssel számolunk, és mondjuk azzal, hogy 10 évente cserélünk ágyat, matracot, akkor nagyjából 30 ezer órát töltünk el egy adott fekhelyen, nagyon nem mindegy tehát, hogy milyen minőségű, milyen anyagösszetételű, milyen keménységű a matrac, amin életünk nagyjából harmadát töltjük. Tatára látogatok el, itt működik hazánk egyik legnagyobb ágybetét és matracüzeme, itt próbálom megismerni a jó matrac titkát. A matracokon belül a legelterjedtebb kategóriát a rugós matracok képzik, és ezen belül is két alkategória van, a Bonnell és a táskarugós matracok, kezdjük ez utóbbival. Beszédes az elnevezése, mert hogy a neve ezekből a táskákból ered. Tehát egy-egy táskában van benne minden rugó. Így van, minden egyes rugótest teljesen külön ezekben a táskákban van csomagolva, és utána ezek a táskák egy-egy ponton összeragasztva. Ez azt eredményezi, hogy ezek a rugók külön mozognak egymástól, nincsenek összekötve. Az előnye, mert látom, nézel rám, hogy vajon ez miért jó nekünk, azért jó, mert nem közvetíti a rezgéseket a rugótest. Magyarul, hogyha párod megfordul az ágyban, akkor te ezt nem fogod érezni, egyrészt, másrészt sokkal jobb a forma követése. Nyilván, hogyha össze lennének kötve ezek a rugótestek, és megnyomunk egyet, és az magával húzza a többit is, akkor a kiálló formákat, vállat, csípőt, azt nem tudja olyan jól lekövetni, mint hogyha ezek külön mozognak. A táskarugós matracok tekercsbe összecsavarva érkeznek, a helytakarékosság, a szállítás és a tárolás során is nagyon fontos. Egy ilyen tekercsben összesen 10 ágyrugó van összepréselve, a rugó egyébként attól, hogy statikus terhelés alá helyezzük, nem megy tönkre, vagyis akár éveken át lehet így összetekercselve tárolni, a dinamikus terhelésre viszont például a gyerekek ugrálnak rajta, sokkal érzékenyebb. Roppant látványos egyébként, hogy a felhasználás megkezdése előtt az ágyrugókat kiterít a raktárépület padlóján. A táskarugós mellett az úgynevezett Bonnell rugós matracok alkotják a másik fő alkategóriát. Az előbb ugye beszéltünk a táskarugóról, itt most láthatjuk, hogy ez is rugótestekből épül fel. A különbség az, hogy ezek a rugótestek itt össze vannak kötve. Ott meg nem volt. Ott meg nem, ugye a táskákban voltak becsomagolva, itt pedig egy acél húzza alá, ez még össze van kötve. Emiatt ezek együtt mozognak. Ez a legdényesebb különbség. Meg lehet azt határozni, az egyik jobb a másiknál, vagy teljesen az ilyen ízlés? Meg lehet határozni, a táskarugó egyértelműen az a felső kategória. Aztán mondhatjuk, hogy jó régen azért az ágybetétek meg a matracok ilyenekből voltak, aztán jöttek be a habok meg a szivacsok. Ezen a téren lehetett bármit fejlődni, mondjuk máshogy vannak összefűzve, vagy ilyen, ugyanígy néztett ki mondjuk 30 évvel? Lehet, zónákkal tarkítják a Bonnell rugót most már. Jelenleg mi Bonnell rugóból egy zónásat használunk, de például a táskarugóink azok 5, illetve 7 zónásak. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy egy rugótest, az készül valamilyen átmérőjű húzalból. Az átmérőt lehet változtatni. Nyilván, ha nagyobb az átmérő, akkor keményebb lesz, ha kisebb az átmérő, akkor puhább. És ezeket blokkokba csoportosítják, ebből alakítják ki a különböző ergonómiai zónákat. Kvázi valahol puhább lesz a rugó, valahol keményebb lesz a rugó. Megismerkedtünk tehát a két fő rugó altípussal, indulhat a gyártás. A rugós matracokat ezen a gépen állítják össze, első körben egy komforthabot helyeznek a gépre a munkatársak, ez egy poliuretán hab, erre kerül majd a rugó. A gép először műgyanta alapú ragasztót visz fel a komforthab felületére, mozgó fejek segítségével. Ezután jön egy filc vagy kókuszréteg, amire a rugótestek fizikai elfedése miatt van szükség. Ugyanazzal a komforthabból a matrac oldalait is felépítik, majd felülre is jön egy kókusz vagy filcréteg, és végül ismét ragasztással kerül fel a záró komforthab. Ezzel kialakult a matrac magja, amit egy présgép nagyjából egy percig összenyomva tart, ez alatt az idő alatt a ragasztó 100%-osan megköt. És most pedig nézzük végig azt, milyen rétegekből áll vagy állhat egy matrac, és ezeknek mi a funkciója. A legfelső réteg, ezt én is meg tudom állapítani magamtól, nélkül, hogy mondtad volna, ez a memória hab. Ez ma már gyakorlatilag, hát nagyon sokféle matracban benne van. Igen. Mit tud ez, miből van? Van egy nagyon jó tulajdonsága, így
azzal szokták reklámozni, ugye, hogyha belenyomod a kezedet, akkor ott marad a helye. Ennek az a lényege, hogy nagyon jó formakövető tulajdonságokkal rendelkezik. Tehát ahogy be lehet helyezed a tenyeredet, és a testedel is ugyanezt történik, mindenhol körül öleli ez az anyag. Alatta van még, amíg eljutunk magáig a rugóig, egy, kettő, három réteg, hogyha ide számolom a filcet is. Igen. Ezeknek mi a funkciója, vagy csak egy kis paraszvakítás, hogy minél több, annál jobb? Alapvetően nem, nyilván mi is igyekszünk a termékeinket szebben mutatni a vevők számára, de minden rétegnek megvan a maga funkciója. Ugye kezdtük a rugóval, az az alátámasztást nyújtja, a következő réteg egy filc réteg, ami egy ilyen fizikai szigetelő réteg, erre azért van szükség, hogy az ember a rugótesteket önmagában ne érezze. Ez lehet egyébként kókusz, drágább vagy feláras matracok esetében, aminek jobb a szellőző képessége. Lehet egy egyszerű műanyag háló is, ami gyakorlatilag csak felveszi a terhelést és eloszlatja a rugótesteken. Akkor minek kell a két további szivacs réteg? A következő rétegek már a komfortot szolgálják, a legfelső réteg az pedig a puha, ez az, ami megadja az igazi luxus kényelmet. A rugós matracok mellett ma már elég elterjedtek az úgynevezett biomatracok is, ezeknél a külső komfort réteg, ami ugye a kényelemért felel, kaucsuk alapú latexből van. A biomatracok esetében a matrac magját nem rugó, hanem egy kókusz réteg adja. A kókusznak jellemzően a héját vagy a háncsot használják a matracgyártáshoz, ennek legfőbb tulajdonsága amellett, hogy kemény, az, hogy jól szellőzik és hogy természetes. Arra egyébként nincs általános szabály, hogy keményebb vagy puhább matracot válasszunk-e magunknak. Hogyha az ember egy testesebb, súlyosabb emberről beszélünk, akkor egy jobb, keményebb alátámasztást kell választani. Ugye, hogy a teste alatt ne süllyedjen le, és a matrac meg tudja tartani a testét közel egyenes állapotban. Igazából nem a matractól fog az ember hátra tönkre menni, és nem a matrac fogja meggyógyítani az ember gerincét. Vannak különböző helyzetek, hogyha valaki teljesen egészséges, akkor nyilván választhat egy olyan matracot, amit a legkényelmesebbnek tart, attól még nem fog tönkre menni a gerince. Hogyha abban kényelmesen alszik, akkor az neki jó lesz. Hogyha viszont már van egy kialakult valamiféle betegség, ami általában ülőmunkától vagy kevés mozgástól alakul ki, akkor már nem mindegy, akkor az orvosok inkább keményebb felületű matracot, keményebb alátámasztású matracot szoktak javasolni. A bemutatott matracokon kívül népszerűek még a habmatracok, amik egy darab méretre vágott keményebb vagy puhább szivacsból vannak. Ezekkel túl sok gyakorlati teendő nincs, eleve méretre vágva érkeznek az üzembe, csak a csomagolásuk zajlik itt. Ez egyébként nagyon érdekes, több típusnál is egy vákum csomagológép segítségével egészen vékonyra összepréselik a matracot, majd ezt a gép feltekeri és betölti egy henger alakú fóliazsákba. Ezután a kész matrac ilyen henger alakban vásárolható meg, ami azért jó, mert kisebb helyet foglal, befér egy átlagos csomagtartóba. Ott a csomagolást óvatosan fel kell bontani, és a matrac 24 órán belül visszanyeri az eredeti alakját. A matracunk elkészült, jön még rá egy húzat. A húzatok egy szomszédos épületben készülnek. Először a szövet érkezik be hatalmas gurigákban, ezt veszik kezelésbe a varró és teppelőgépek. A steppelés tulajdonképpen nem más, mint a húzat és a bérés összevarrása. A steppelés után következik a méretre szabás, még ezt is gépek végzik. A gépek által leszabott oldalsó és alsó húzatpanelek összevarrása viszont már kézi munkaerővel történik. Amikor kész a húzat, a munkatársak ráhúzzák ezt a matracra, majd pedig egy újabb varrási fázis következik. Ehhez az asztalhoz rögzített pályán mozgó varrógépen gyakorlatilag körbe varják a húzat széleit, és ezzel lényegében kész vagyunk, innen már csak a csomagolás van hátra. Na hát én kellemesen elfáradtam, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy behuppanjak ebbe a kényelmes matracba. Nektek is jó pihenést, sziasztok!